Földes Henrietta, a Dunaszerdahelyi Kórház betegápolásért felelős igazgató helyettese a nővérek továbbképzéséről és kompetenciájáról tartott előadást. Problémaként említette a nővérek külföldre történő nagy elvándorlását. Ennek anyagi oka van, valamint az, hogy külföldön hatékonyan működik a nővérképzés. Szlovákiában 2004-ig nagyon jó nővérképzés volt. Megvolt a 4 éves középiskola, szakközépiskola, és 20 évesen volt egy képzett nővérünk. Most egy nővérnek főiskolára kell járni, hogy legyen nővér végzettsége. Itt mindenki arra appellál, hogy mindenkinek főiskolai végzettsége legyen, de nem az a célja ennek az egésznek, hanem az, hogy tényleg legyenek olyan ápolójaink, akinek szaktudása van. A konferencián a Dunaszerdahelyi Kórház önálló ortopédiai osztályának betegápolását is bemutatták. Számukra a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy 23%-kal megemelkedett a betegeik száma. A mai kor embere nagyon keveset mozog, nem egészségesen táplálkozik. Ez együttvéve elősegíti mozgásszervi problémák kialakulását. Az induláskor, mint különálló ortopédiai osztály, 600 körül mozgott a lekezelt betegek száma éves viszonylatba, ami a múlt év végére már 800-at is elhagyta. A konferencián az ápolásban használt új diagnosztikai módszereket mutatták be, valamint szakemberek tájékoztattak a kórházi higiénia betartásának szabályairól. Emellett szó esett többek között a májdialízisről és a sebgyógyítás modern módszereiről.